A veszprémi energetikai stratégiával és a belvárosi rehabilitációs programban megfogalmazott célokkal is ellentétes a tervezett kereskedelmi központ építése. A helyszínen tartott sajtótájékoztatón mondták ezt az LMP tagjai. A város energiastratégiájában kimondja azt az elvet, hogy nem támogatja újabb bevásárlóközpontok, újabb üzletláncok megtelepedését a városban, illetve ha ilyenre mégis sor kerülne, akkor egy másiknak a bezárását kezdeményezi. A másik dokumentum, amelyikre hivatkoztam, az a belváros rehabilitáció céljait megfogalmazó szöveg, hiszen ennek a belváros rehabilitációnak az egyik kitűzött célja az, hogy a Kossuth utca újra megteljen élettel, és az ott lévő kiskereskedőknél vásároljanak a veszprémi polgárok. A képviselő elmondta még, hogy a beruházás ugyan munkahelyeket teremtene, de ez más üzletek bezárását eredményezheti, ahol munkahelyek szűnnének meg. A kormányzat tervezett pláza stopja is akadálya lehet az építkezésnek, vélték. Deklarált a több dokumentumban is a városvezetés, hogy a helyi termékeket, a helyi piacokat, a helyi gazdaság fejlesztést tartja elsődleges céljának, és ilyen szempontból ez a beruházás ez ellen fog dolgozni. Mi azt gondoljuk, hogy egyfelől egy hatástanulmány egy ilyen léptékű beruházás esetében mindenképpen szükséges, ami feltárja mind a gazdasági hatásait, mind a környezeti hatásait, itt most a közlekedésre, az energiafelhasználásra gondolhatunk. Azt gondoljuk, hogy egy ilyen beruházás a helyi érintett lakosság, illetve a gazdaság szereplőinek a megkérdezése nélkül nem illdomos megvalósítani. Az LMP szerint nem több plázára van szükség, hanem a helyi érdekek érvényesítésére, a hazai ipar fejlesztésére.